Némely pillanat szinte tökéletes, tele van fénnyel, reménnyel, nevetéssel. Ezekért a pillanatokért élünk. Itt vagyunk és ünnepelünk, pedig annyi mindent vesztünk ma el. Hiába maradunk is barátok, nem fogunk már egy padban ülni, egymásnak segíteni a dolgozatokban, vagy a tanítás után a pékségben beszélgetni. Már nem egy átlagos esemény lesz, ha találkozunk. Már nem a hétköznapjaink része lesz. Persze lesznek, akik osztálytársak maradnak, de a legtöbben szétszéledünk, és 2,5 hónap múlva egyedül leszünk egy idegenekkel teli helyen. De kapni is fogunk rengeteg dolgot. Ma elhagyjuk ezt az épületet, és szeptemberben egy új iskolába kerülünk. Ott új barátokat szerezhetünk, rengeteg új dolgot tanulhatunk, és az új tanárok közül is biztosan sokan fognak minket inspirálni, és szerettetik majd meg velünk tantárgyaikat. Mi pedig biztosan sokat változunk még. Akár egy év múlva is, mert teljesen mások lehetünk, és másképp láthatjuk majd a világot. De én hiszem, hogy azok a tulajdonságaink nem fognak változni, amik miatt itt szerettek minket, és barátok voltunk. Ezeket tovább visszük magunkkal, és más közösségeket építhetünk velük, akár a gimnáziumban is. Szeretném megköszönni az osztályomnak, hogy az elmúlt 5 évben tényleg olyan helyre járhattam be nap, mint nap, ahol jó volt a közösség. Szeretnék köszönetet mondani az osztály nevében a tanárainknak, akik rengeteg energiát fektettek a tanításunkba, és nem csak az anyagot leadni jöttek be, hanem komolyan tettek is azért, hogy a tudásukat nekünk is átadhassák. Az osztályfőnökünknek, Maronicsné Dávid Annának külön meg szeretném köszönni a lelkesedését, a kirándulásokat, amelyeket szervezett nekünk, és hogy mindig kiállt mellettünk, és az osztályunkat ott segítette, ahol tudta. Szeretnék köszönetet mondani Györgyi néninek és Gabi néninek a felvételire való felkészítés miatt. Eljöttünk, hogy elköszönjünk egymástól és az iskolától. De a rengeteg szép emléktől nem kell búcsút vennünk, azok már örökre a mieink maradnak. Itt állunk most Ballagon 8-osként, és az eltöltött évek emlékei kavarognak bennünk. 8 évvel ezelőtt izgatottan léptük át az iskola küszöbét. Az első 4 évünket elzsinéri szárnyalat töltöttük, és az angol nyelvű mindennapos tanulás mellett angol tagozatos osztályként is biztos alapokat kaptunk. A tanulás mellett emlékezetes pillanatokat éltünk át a vicces farsangokon, a művészeti gálákon és az osztálykirándulásokon. Az idő egyre csak múlt, és felső tagozatosként új időszámítás kezdődött. Búcsút kellett vennünk sok osztálytársunktól, de helyettük új barátokat kaptunk. Közben tudásunk egyre bővült, új tantárgyaink lettek. Felső tagozatosként 2 osztályfőnök terelgetett minket. Zsuzsa néni elmélyítette és kibővítette angol nyelvtudásunkat, emlékezetes angol órákat és kirándulásokat köszönhetünk neki. Jelenlegi osztályfőnökünk Péter bácsi velünk élt át első osztályfőnöki élményeit, és vezetett be minket a magyar nyelv és irodalom mélyebb rétegeibe. Fiatalos lendülettel és rugalmas hozzáállással próbált a kamaszodó éveinket különböző programokkal színesíteni. Most pedig tovább lépünk, és életünkben egy új fejezet kezdődik. A következő gondolatokkal zárjuk búcsunkat. Mi volt, emlékben él, s új vár, mint utad, tova léped, s éretten, az évek fényeinél, sokat tehetsz még, annyi szépet. Legyen az életed utazás, haladj a felé, amire vágysz, hagyj magad mögött mindent, amit cipelni nehéz. Tisztelt jelenlévők! Eltelt 8 év az életünkből. Rengeteg élménnyel gazdagodtunk, jóval és rosszal egyaránt. Az évek során megtanultuk, hogy mi az az FK, kedvenc számunká vált a 69. Hülyeségeink közé tartozik az egyedileg feldíszített karácsonyfa és a kitárosok által ellopott Hofi maffia. Osztálykirándulásainkat is emlékezetessé tudtuk tenni, mint idén, amikor több mint 40 liter kofolát átcsempésztünk a szlovák határon. A kirándulásokon kívül is sok élményben volt részünk. A közös fotelért mindig szívesen szálltunk harcba egymással. Igen. A lányok előszeretettel tartózkodtak a folyosón becsengetés után, és a fiúk között zajlott Clash Royale bajnokságok az osztály részévé váltak. Egy 8 év emléke bennünk él tovább, és szomorúan, ám de várakozóan hagyjuk el az iskolát. Köszönjük a sok-sok emléket tanárainknak és diáktársainknak. Összegyűltünk. Szépen felöltöztünk, feldíszítettük termeinket, és lelkünket azért, hogy ünnepeljünk. Köszöntsük vendégeinket. Azokat, akik 8 évvel ezelőtt elköteleződtek iskolánkhoz, és akikkel együtt elértünk életünk egyik szakaszához.
Ilyenkor úgy szokás, hogy ünneplünk és számot vetünk. Örülünk és meghatódunk. Kedves szülők, kedves kollégák! Az, hogy most itt állhatnak nyolcadikos tanulóink, nem csak az ő érdemük. Kellett hozzá az a gondoskodás szeretet, biztatás, kitartás, támogatás, a hétköznapos rutinja és az ünnepek pillanatai. Köszönet ezért mindenkinek. Kedves ballagó diákok! Megtisztelő volt számunkra, tanítók, tanárok számára, hogy életeteknek ezen a fogékony esztendejében mellétek szegődhettünk, és kísérhettünk titeket. Remélem, hogy azok az értékek, amelyek szerint igyekeztünk nevelni benneteket, számotokra is fontosak lettek, és talán segítséget adnak későbbi életetek során. Ilyen alkalommal felmerül bennünk a kérdés, hogy mi, nevelők, felvérteztünk-e benneteket mindazzal a tudással, értékkel, ami a későbbiekben szükséges lehet. Bízunk abban, hogy ez így van. Most úgy hisszük, hogy egy védett helyről, a biztonságból indítunk el benneteket az új kihívások felé, ahol megtapasztalhatjátok erőtöket, értékeiteket. A mi szívünkben itt maradtok, mert ahogy ti minket, úgy mi titeket is alakítottunk. Kívánom, hogy járjatok sikerrel. Szeretném átadni azoknak a tanulóinknak, diákjainknak az oklevelet, illetve megemlíteném a nevüket, akik kimagasló tanulmányi eredményt értek el, és sportsikerekben öregbítették iskolánk hírnevét. Kitűnő tanulók, akik példamutató magatartásuk és szorgalmuk, valamint kitűnő tanulmányi eredményük alapján dicséretben részesültek, Rahos Nóra, Magosányi Adalilla, Őri Petra Rebeka, Teliháni Ádám, 8. B-osztályból Konrádi Kira, 8. C-osztályból Barta Péter, Danit Simon. A beszédemben említettem, hogy bízunk abban, hogy olyan értékeket tudtunk átadni, amelyek egy életre végigkísérnek benneteket. Ezt a héten iskolánk foci csapata meg is mutatta. Nagyon büszkék vagyunk rátok. Szeretném a sportszerű magatartásért kiszólítani ide az iskola és a vendégeink elé azokat a fiatalokat, akik elmentek egy futballmérkőzésre, és ezt a futballmérkőzést megnyerve a második helyezettnek átadták a kupát. Szabolcsi László, Bakos Ádám, Csörgő Benjamin, Telihai Ádám, Danit Simon, Potrik Gergő. Sok sikert, szép emlékeket, és további szép ünnepet kívánok Önöknek!